Az előző részben egy RouterOS 6-ról 7 frissítést követően mutattam meg, hogy milyen állapotokat vehet föl, vagy állapotot vett föl egyáltalán az OSPF megoldás, az OSPF konfiguráció a RouterOS-ben. Most azt szeretném megmutatni, hogy mi van akkor, ha valami balulsül el. Hol érdemes a hibát keresni egyáltalán, hogy érdemes nekiállni annak a helyzetnek, hogy van egy routerünk frissült, látszólag van benne egy jó konfiguráció, mégsem teszi a dolgát. Előttem a szokásos laborkonfiguráció, mármint az előző részből szokásos, egy routerrel és egy 326-os switch el amely hát szintén no OSPF routerként viselkedik ebben a rendszerben, de mindössze ugye egy összeköttetésen az ether keresztül cserélnek ki egymással a routing információt. A router az egy 6-os a switch pedig egy 7-es router OS. A 7-es router OS konvertáltuk az előző részben, amit itt megnézhettek. Viszont a hetes es a konfigurációját én nem árulom el, hogy hol, de elrontottam szándékosan, azért, hogy együtt találjuk meg a hibát, illetve megmutassam, hogy ha minden kötél szakad, akkor akár nulláról kezdeni sem olyan nagy dolog. Nézzük a router routing tábláját, Ugye látjuk, hogy egyáltalán nincsen benne USPF bejegyzés, és hogyha hatos router os ben már rutinosak vagytok, akkor tudjátok is, hogy hol érdemes és hol lehet utána nézni annak, hogy mi történik az OSPF-ben. Megyünk a routing OSPF menüpont alá, megnézzük az interfészt, egyáltalán megnézzük, hogy a hatos router van-e olyan interfésze, amelyen keresztül más OSPF szomszédokkal próbál kommunikálni. És ott látjuk is rögtön, hogy hát bizony, itt szomszédság nem alakult ki, ugyanis a neighbors fül alatt, mint látjátok, nulla szám szerepel, azaz már odáig sem jutunk el, hogy a kiküldött hello üzeneteinkre hello válaszokat kapjunk, és megtörténhessen valamiféle információcsere, adatbázis szinkronizáció, pláne nem, és meg odáig sem jutunk el, hogy aztán ebből majd ö, routing információkat ö, olvassunk ki, generáljunk, stb. Nézzük meg, hogy miért nem épülhet föl vajon a szomszédság. Ha átkatintunk a hetes es be akkor ott a korábbi résznek megfelelően gyorsan végig és megnézzük, hogy rendelkezésre állnak egyáltalán azok az alapvető objektumok, amik szükségesek az OSPF üzemeltetéséhez, ugye emlékeztek instances, az instancehoz kapcsolódó area definíciók, majd utána pedig kell egy olyan interface template, ami kijelöli azt, hogy vagy melyik network definíciók segítségével kell megkeresni az OSPF interfészeket, vagy pedig melyik exakt uh, OSPF interfészeket kell használni a szomszédság felvételére. Nézzük együtt végig, és egyúttal, ha már itt járunk ezeknél a paramétereknél, akkor egy-két fontos apróságról is kell majd beszélnünk, és fontos eltérésekről a hatoshoz képest. Instances. Ugye az Instance maga rendelkezésre látszik, hogy v 2 ami azt jelenti, hogy IPv4-es kommunikációra, IPv4-es routing információnak a hurcolására van uh, alapvetően kihegyezve. Eddig tetszik... Um, különösebb eltérés nincs, main VRF, main t használjuk, és ha már itt járunk a router ID menüpontnál, akkor érdemes megemlékezni meg arról, hogy a hatos router ezt korábban az instances paramétereként láthattuk ugyanígy, viszont nem egy legördülő menüből tudtuk kiválasztani a router id hanem oda egyszerűen be kellett gépelnünk, és ugye az volt a szabály, hogyha ott csupa nulla szerepel, tehát 0.0.0.0, akkor a router mindig a legkisebb aktív IP címét fogja használni router id -ként. A hetes router OS ben ez egy kicsit irányíthatóbbá és hát hogy is mondjam, rugalmasabban használhatóvá vált, hiszen a RouterID-kat mostantól a Routing router ID menüpont alatt fogjátok tudni konfigurálni, és ha megnyitjuk ezt a menüpontot, akkor itt látjuk, hogy a konfigurációban megemlített main az létezik, és ez egy dinamikus router ID, ami valójában pont hasonló elv alapján kerül kiválasztásra, mint ahogy az a, a hatos esetében is történt, de akár egyedivé tehetitek, és azért is jobb, ez a, elegánsabb ez a megoldást, mert a különböző routing démonok és azok különböző instanszai akár egyedi ID-kat is használhatnak az adott ágensekben, szóval mindenképpen elegánsabb megoldás, mint magukban a démonok instansz paraméterébe statikusan megadni ezeket a paramétereket apró különbség, de mégis uh, tudnatok kell róla. Aztán, ami szintén eltérés és furcsaság a hatos képest, a redistribúcióval kapcsolatos konfiguráció, ugye ott valójában legördülő menükkel találkoztatok, mind a default root, mind az egyes um, rútinformáció származik kategóriáknak megfelelően, tehát hogy az most éppen statikus, vagy connected rútok, vagy valamelyik más rutin protokollokból, vagy más OSPF instanszokból érkezik-e, annak megfelelően lehetett legördülő menükben rendelkezni arról, hogy ilyenkor Type 1-es, Type 2 -es, vagy esetleg valamilyen speciális újraosztási mód történjene. Érdekes, hogy a 7-es esetében ezt elveszítettük, és itt már mindössze csak annyiról tudunk rendelkezni, hogy igen akarjuk a connect igen szeretnénk az OSPF-et, igen szeretnénk mondjuk a statikus rútokat is újra osztani ebben az OSPF doménben, de már nem tudjuk azt szabályozni, hogy ez Type 1 vagy Type 2-ként történjene, és ez mondjuk személy szerint engem a, a default route újraosztásában igencsak érzékenyen érint, hiszen jellemzően a, a default route információt a hálózat széléről type 2 a disztribúcióként osztjuk tovább, hiszen nem szeretnénk azt, hogy a, az, az, egyes OSPF routerekhez vezető útvonal költsége bele számítson abban, hogy melyiket észesítem előnyben, pláne akkor, hogyha én mondjuk egy tartalékolási stratégiát szeretnék alkalmazni, tehát van egy elsődleges gateway, meg van egy másodlagos, akkor nyilván mindkettőn esetében type kettővel redistributálom az alapértelmezett átjárót, és úgy, hogy a, a tartalék routeremen nyilván azt magasabb ö, kezdőmetrikával fogom megtenni, és itt a következő hiba, vagyis hát idézél hiányosság, hiszen a hatos rúterolvasban megszoktuk, hogy az instances fülben, és mutatom is, hogy miről beszélünk, a az instances ha duplát kattintottunk, akkor volt egy remek szekció, a metrikák, ahol a default route, a connected route -ok, statik vagy más OSPF ágensekből érkező root információnak, externál root információnak a kezdő az externál metrikáját meg tudtam határozni. Ez szintén hiányzik a hetes router os és azt kell mondjam, hogy igen, jól, él, jól gondoljátok, hogy ezeket majd filterekkel kell megvalósítani, de nem is olyan bonyolult ez, meg fogom mutatni ebben a részben, hogy hogyan. Ha már filterekről beszélünk, akkor igen, el is jutunk oda, hogy az in, illetve output filterek kérdésével kell, hogy foglalkozzunk, hiszen valószínűleg komolyabb hálózatokban használtok már szűrőket, ingress, illetve egress oldalon, az OSPF domén tekintetében, és biztos, hogy találkoztok azzal a jelenséggel, hogyha ezt átkonvertálja ez a konvertáló program a frissítés során, akkor hát, hát nem minden sikerül elsőre úgy, ahogy azt is szeretnétek, mert egy nagyon fontos apróság is itt viszont történik. A hatos router OS-ben a routing filterek azok alapvetően elfogadó típusok voltak. Azaz, ha üresen hagytátok az adott például OSPF in vagy OSPF out chain a routing filtersben, akkor alapvetően az OSPF implementáció minden route bejegyzést tudott exportálni, és mindent tudott importálni a, a társaitól, szóval nem volt megszorítás. A hetes router os megfordul a logika, alapértelmezetten tiltóak a tűzfal azaz, ha ide megemlítetek az instanszhoz bármilyen filter chain nevet, akkor tulajdonképpen addig, amíg abba engedélyező szabályok nincsenek feltöltve, addig nem fog elfogadni és nem fog exportálni semmit. Tehát pontosan azt tapasztaljuk, hogy szomszédság kialakul, látszólag az LSA táblában van információ, még sincsenek a, a root szabályaim a, a megfelelő helyeken, illetve vagy oda el sem jutnak, vagy amíg beérkeznek, azok ilyen furcsa flaggel, filtered jelzéssel kerülnek majd be a routing táblákba. Hát Tulajdonképpen itt értük tetten ezt a jelenséget. Szóval erről is, erről is fogunk beszélni, és megmutatom, hogy mi erre az orvosság. Szóval megvan a default instanszunk, ugye kell egy area legalább, megvan a backbone -a ránk, ezzel különösebb tenni való nincs, mint mindössze az area nevét, az ID-ját, illetve az kapcsolódó instanszt megadni. Alapértelmezetten mehetünk default area type ha csak nincs valamilyen kifejezett elvárásatok, vagy nem üzemeltettek speciális areatípust. És ugye jön a, az egész rendszert összekapcsoló és felélesztő szabály, ez pedig az interface template. akkor az interface template-ben már korábban említettem, hogy vagy egy interface nevet, vagy egy network definíciót, vagy akár a kettőt együtt, hogyha idézőjelben bolond biztosan akarjuk irányítani a rendszerünket, is definiálhatunk, és nézzük csak meg a fizikai konfigurációnkat. Én itt kapásból az IP routes táblát nyitom, hiszen van egy gyanúm mégpedig az, hogy a network definícióm szerint én a 10, 11, 12.0 per 24-es keresném ezeket a, a interfészeket, és itt létezik egy ilyen bejegyzésem ether5-ös connected rootként, viszont a, ugyanabban a szabályomban az is megvan adva, hogy és emellett még, hogy ezen a network definíción keresi, még ether7 is kell, hogy legyen ráadásul ez a, az egyezés, az a fajta kiválasztás. Szóval nyilván ez a két feltétel, mivel egymással is kapcsolatban van, soha nem fog egyszerre teljesülni. Hát ebben az esetben itt az volt a hiba, vagy kézzel, vagy a konfiguráció során elkövetett, hogy az interfész definícióra így együtt nincs szükségünk. Ezt most kiavítom, akkor azt várom, hogy a hetes router OSM szépen elkezd üzemelni, megtalálja az OSPF interfészét, azt rögtön látjuk, és itt az interfészisben így van, ez szépen fölé lett, és már olyan gyanúm van, hogy működik is, hiszen backup designated router állapotot vett föl, ezt le tudjuk ellenőrizni a hatosban is. Itt az interfészt néztük, meg is jött az egy darab nébörünk, és ő designated routernek gondolja magát, igen, ez már jó hír, tehát szomszédság kialakult, akkor valószínűleg az adatbázis szinkron már megkezdődött, vagy már le is zajlott a háttérben, és ha a routing tábla kalkuláció, illetve hát maga az adatbázis csere sikeres, akkor ugye kellene látnunk rootbeérdéseket, de nem látunk. Na vajon miért nem látunk? Ez a következő találós kérdés. És nyilván megint a hetes rúterolásban fogunk kutatni, hiszen idézélben most ő az univerzális bűnös ebben a rendszerben. Nézzük, hogy hol követhettünk el hibát. Ugye, hogy is működik az OSPF? Először is szomszédfelderítés, szomszéddávállás. Ha a szomszéddávállás folyamata nem menne arról, most már az OSPF egész jól a logbejegyzésekben tájékoztat minket, akkor tele lennénk itt error bejegyzésekkel az OSPF-től, ami arról tájékoztat, hogy nem stimmel mondjuk az Area vagy nem, egy, nem jó az autentikáció, vagy más network méret van esetleg a két oldalon a network definícióban definiálva, és így tovább. De úgy tűnik, hogy ez sikeres, hiszen a, a neighbors van kialakult szomszédság, látszólag mind a két router os ugye ez a hetes, es megnézzük, hogy a hatosban osban is ez a helyzet, Neighbors fül, ott is van egy aktív neighborünk, ez megy. Valószínűleg az adatbázis szinkronizációs lezajlott, azt arról úgy tudunk meggyőződni, hogy mondjuk leellenőrizzük az LSA táblát, itt kell router, network és externál típusú lsa lenni. Ezek is mind megvannak, akkor mégiscsak lesz itt valami baj. Mégpedig itt igazából úgy látom, hogy valójában csak router és network lsa kaptunk mostanában, externálokat nem. Tehát az azt jelenti, hogy valaki elkapkodja ezeket a ezeket az információkat. Hiszen a megosztásra vonatkozóakat láttátok a túloldalon, az instances itt a 7-es emlékeztek, hogy connected static rútok -ok és mindenféle distribúcióba be volt kapcsolva. Na, hol a hiba? Itt. OSPF out chain használata emlékeztek? Ha a chain nevet már megadom, de abban nem definiáltam még engedélyező szabályt, akkor bizony az a chain, el fogja nyelni az összes hirdetésemet. Hát ilyenkor, amit gyorsan tehetek, az az, hogy fölveszek egy új szabályt ide a rule fül alá, ahol azt mondom, hogy legyen ez a... És itt a következő hetes rúteró, sajátosság sajnos, hogy egyelőre ez valószínűleg egy gui hiba, egy apró programozási malőr, hogy a legördülő menüből ezeket a céneket még nem lehet kiválasztani. Tehát hiába definiáltam az OSPF instance az OSPF autót, sajnos a chain nem lehet még kiválasztani. Gondolom ezt idővel majd pótolják, a hatosban ez működött Üm, egyszerűen. Nem is begépelem, mert biztos el fogom rontani, pláne hogyha hibát keresek, és áll a hálózatom, és stressz alatt vagyok, akkor copy -paste. és hogy most egyszerűen a kifelé menő exportálást, tehát a redistribúciót ne akadályozzam továbbá meg, nem teszek mást, mint azt mondom, hogy minden OSPF-out chain-en megjön, információt egyszerűen fogadjunk el, engedjünk ki, és ez az accept utasítást fogom használni, fölveszek egy ilyen szabályt egyszerűen, accept rullal nézzük, hogy megtörtént-e az, amit szeretnék. Bizony-bizony, már meg is jöttek azok az OSPF információk, amit vártam, ugye itt van a statikus rúton és itt van a connected rútonból származó információ, hogy az korábban működött. És hogyha megnézzük az LSA táblát újra, akkor bizony érkeztek itt, azóta megfrissültek már bejegyzések, szóval látszik, hogy lélegzik és működik a az OSPF redistribúció is, és ráadásul itt meg is kapjuk az OSPF routes ban amit a hatosban megszokhattatok, ott pedig kifejezetten ennek a kivonata látható, és itt látszik, hogy itt van a két x 1 típusú, azaz externál roots, tehát ami redistribúcióként kerül bele az OSPF doménbe, nem pedig network definícióként, és ráadásul ugye egyes típusúként, tehát a teljes útvonal költsége számít a cost kalkulációkor, plusz ugye a külső költség, tehát a a kezdeti metrika. Nézzük, hogy mi kerül be a hetes router be a hatostól. És ehhez nyitok itt egy routing táblát, ami lehet, hogy nyitva is volt itt már korábban. Persze, itt van az óra előtt. Szóval nézzük, mi történt a másik oldalon. Kaptam egy alapértelmezett átjáró definíciót, és mégis azt látom, hogy a fölötte lévő statikus az élő, az aktív, aminek ráadásul még a distancia is magasabb. Hát hogy lehet ez? Hát úgy lehet, hogy ebben a flag gyűjteményben, amit megjelent a, a winboxunkban, és hát lát, látjátok, hogy a négyes es winbox még annyira nem ügyes, hogy ezt a tooltipben meg is súgja, hogy az F az milyen ö, állapotot is jelez, de megnyitva az ablakot dupla klikkel látjátok, hogy filtered. Tehát az a helyzet, hogy ezt egy OSPF in filter ö, ütötte nyakon. És akkor emlékeztek, megint előveszik a routing filter szablakot, és emlékszünk arra, hogy bizony az instanszunkban megneveztünk már egy filter chain tehát ugye alapértelmezetten tiltó ez a szabálylista, fel kell vennünk ide is egy bejegyzést. Nem bacakolok, itt is egyszerűen copy fogok, mert igen, az ember kapkodva, prezentálva éjjel a hiba közben el fogja gépelni, és ha ott már egy szó köz, vagy az a, a kötőjel helyett alulvonást ír, akkor viszlát. Accept és gyakorlatilag ezzel a kattintással elfogadtam minden importálandó root-bejegyzést automatikusan, és látjátok, eltűnt az F betű, és rögtön aktívvá is vált, tehát már az OSPF-ből jövő routing információ érvényesül a routing táblámban. Ez nyilván nem, mert ez helyett nekem van connected rúton, de megérkezett a túloldalról a statikus rút, és megérkezett a loopback adresszel kapcsolatos connected root információ is, szóval végre elértük azt az állapotot, hogy visszakaptuk ugyanazt, amit a, a korábbi részben a frissítés után szerencsés esetben maga a konvertáló script megtett a kedvünkért. Nézzünk egy kicsit mélyebbre még a, a routing táblába. Ugye korábban a hatos rútaróasban, és már is kattintok át oda, ha az instances konfigurációhoz mentünk, akkor emlékeztek, meg lehetett osztani például az alapértelmezett átjárókat, ugye a korábbi példában már említettem, hogy Type 2-esre disztribúcióként 7-es esben ugye mindössze egy checkbox van. Mégis hogy lehet azt megoldani, hogy én csak az externál, az externál rútokat csak ezzel a kezdőmetrikával Type 2 tudjam megosztani. Most megmutatom, hogy ha 6-osban ezt átkattintom, akkor ennek az lesz az eredménye, hogy a 7-es megérkező alapértelmezett átjárónál, megnézzük a státuszt, akkor itt azt kell, hogy lássam, hogy a, az OSPF metrika az egyes, az azért egyes, és látszik is, hogy external type 2, azért egyes, mert a default instance-om matrix fülére kattintok, akkor az alapértelmezett root metrika, az alapértelmezett átjáró alap root metrikája az egyes értékű. Ugye, hogyha Type 2 es megosztás helyett a Type 1 est választanám itt ki, akkor mire számítok a másik oldalon? Ezzel azt várnánk, hogy a közben lévő útvonalnak a kosztértéke is hozzáadódnak. Ugye ja, ez az alapértelmezett viselkedés valójában a hetes ben is. És akkor látjuk is, hogy igen, az OSPF metrika már kettőre növekedett. Az az oka ennek, hogy a hetes ben mint korábban említettem, sajnos, a korábbi tízes kosztértékről egyre csökkentették az alapértelmezett interfész kosztot, tehát ha ebből a, ennek a routernek a szemszögéből vizsgáljuk meg, hogy az átjáró felé milyen út vezet, akkor nyilván először is lesz ott egy alapértelmezett externál koszt, ami egy, plusz hozzáadódik a rúterek sorozata, ugye most az egy rúter, egressz interfészeinek az összege, koszt összege, ami pedig már is leellenőrizzük, hogy a mi esetünkben interfaces koszt egy így jön ki a kettő. Na de minket ez zavar, és mondjuk azt, hogy igenis, mi szeretnénk azt, hogy bizonyos információkat Type 2 distribúcióval akarunk megosztani az OSPF doménünkbe. Akkor mi a teendő? A következőt fogjuk most megvalósítani, 7-es router os Type 2-esre disztribúciókat fogunk csinálni. Ehhez meg kell ismerkednünk kicsit alaposabban a szűrőkkel, úgyhogy megyünk vissza a routing filter szablakomba, és bántani fogjuk az output chain-t, mégpedig ezt az egyszerű accept szabályt át fogom úgy szerkeszteni, hogy a tőlünk kimenő statikus rútnak a redistribúciója az type 2 történjen, és megnézzük a változást majd, hogy a hatosból ebből mi látszik. Most leellenőrizzük, hogy jelenleg hogy áll a helyzet, tehát itt megérkezett OSPF-vel látszik a hatosnak a routing táblájában ez a root bejegyzés, és hogyha itt, oh, megint mellébögtem volna? nem meg is vagyunk. Tehát 11-es metrikát lát az OSPF-ünk és Type 1-et. Ennek a redistribúciója kapcsán, hogyha a 7-esben a filterek segítségével sikerül ezt átkonfigurálnunk, akkor azt szeretnénk elérni, hogy itt majd Type 2 szerepeljen. Nézzük, hogy hogy kell ezt a hetes es meglépni. Tehát még egyszer, Routing filter megyünk, és az OSPF Out-ra korábban létrehozott egyszerű Accept szabályt fogom én tovább gányolni, vagyis Pontosabban inkább hozzáadok egy újat, ugyanis szokjuk meg azt, hogy ezek a csének valójában sorrendi feldolgozás alá esnek, és ugye ha egyszer egy ö, ö, routing információ fölbotlott egy olyan amire illeszkedik, és ott egy exakt akciót végrehajtottam, tehát accepted vagy rejected például, akkor nem folytatja az útját a csénben, tehát hiába akarunk rajta még később módosításokat végezni, ezt nem tehetjük meg. Most, hogy már van a output chain definiált szabályunk, hogy ez egy egyszerű ö, üres accept, most már a chain menünk legördül, legördülővé válik, és már ki tudjuk választani a, az OSPF autót, és a következő szabályt fogjuk itt létrehozni, hogy ha a destinationünk az a 10.255.255.0 per 24-jel megegyezik, exaktul, akkor beállítjuk a következő paramétert, hogy az OSPF ext type paraméter, az type 2 legyen. Pontos veszőt kell tennem, és utána egyszerűen elfogadjuk, tehát nem fogjuk hagyni, hogy ez a, az információ további cséneken feldolgozásra kerüljön, vagy további szabályokon feldolgozásra kerüljön. A szabályom kész is. Mire számítunk? Hát arra számítunk, és meg is győződhetünk róla, hogy hát nem történt változás. Azért nem történt változás, mert arról feledkeztünk meg, hogy a szabályok feldolgozása sorrendben történik. És ugye ez egy feltétel nélküli szabály a nulladik pozícióban. Minden routing információt eltalál, tehát ha ezután következő szabályon van a filter, halmazomon, a filter gyűjteményemen, odáig sohasem fog eljutni a feldolgozás. Szóval egyszerű drag and droppal fölé vonzolom az előző acceptemnek ezt a specifikusabb és jobban illeszkedő szabályt, ami a Type 2 konfigurációt végzi, és voilà, már látszik is a többi routerben, hogy a Type 2-es externál típusú redistribúció működik. Szuper! Tehát Type 2-ként a külső rútok típusát így lehet filter szabályjal könnyen átállítani, és most jön a Hát, hogy is mondjam, az a szok, megszokott megoldás, amit a hatosban könnyen meg tudtunk tenni egy szabálynak a módosításával, hogy egyszerre két beavatkozást szeretnék elvégezni azaz meg szeretném változtatni a típusát, és egyben meg szeretném változtatni az alapvető metrikának az értékét is. Ezt úgy tudom elérni a hetes es hogy egymás után több set parancsot adok ki, pontos veszőkkel lezárva, és a végén fogadom el egy accept szabályjal, nézzük, hogy hogy megy ez a jelenlegi példában. Tehát ide most be fogok illeszteni egy olyan nem is elég, tehát set ospf ext metrik parancsot, hogy ezt a külső metrika értéket szeretném meghatározni. Emlékeim szerint alapértelmezetten ez tízes, de rögtön a hatos router os és megnézzük, hogy ott mi látszik. Nem, ez egyes érték jelenleg. A Type 2 itt látszik, hogy Type 2-re disztribúció megy már. Alapértelmezetten az a cost érték az egyes, és akkor mondjuk azt, hogy mi ezt most megemeljük mondjuk 9-re, a kezdő koszt az 9 legyen független attól, hogy milyen topológia van közöttünk. Pontos veszélyvel le kell zárnom minden ilyen set utasítást, ugye utána jön az OSPF x ra vonatkozó, az is le van zárva pontos feszével, és legvégül pedig accepter elfogadom, tehát a filter további feldolgozás nem fog történni. Megnéztem az apply-t, nem kaptam hiba üzenetet, tehát azt arra számítok, hogy a túloldalon meg is történt a megfelelő változás. Itt látszik is, hogy a 10 24-es rút az már 9-es koszttal látszódik a rúterem számára, és Type 2-esre disztribúcióval kapja ezt, tehát az ő saját egressz kosztját már nem kell hozzáadnia. De akkor próbáljuk meg visszaállítani ezt még Type 1-re, hogy meggyőződjünk róla, hogy tényleg helyesen működik-e. És igen, Type 1-es redistribúció esetén pedig 19-es kosztot kalkulál, hiszen az ő egress interfészének a kosztját is hozzáadja majd az útvonalhoz. Hát így működik ez 7-es ben akik hetesre transformáltok odakint, még egy jelenséggel találkozhattok. A hatos nél megszoktuk azt, és rögtön mutatom is magában a konfigurációban, hogy amikor, sok lett itt az ablak, hogy amikor a routing OSPF menüpont alatt szintén a redistribúciókat bántjuk, akkor az alapértelmezett átjáró redistribúciója és a adott esetben mondjuk statikus rútokra redistribúciója, az külön kategóriaként történik, mert az, az alapértelmezett átjáró az mindig egy kicsit veszélyesebb dolog. És az egészen szigorúan és egészen kiszámíthatóan működött a hatos router OS Mondom a példát, hogy látszik, hogy nálam jelenleg a routing táblámban Statikus az alapértelmezett átjáró konfiguráció, és nála engedélyezve van jelenleg a statikus rútok redistribúciója és az alapértelmezett átjáró redistribúciója is. Na most nézzük, hogy mi van akkor, ha én itt kit kapcsoltam korábban az alapértelmezett átjáró redistribúciót. Vagy egyszerűen csak. Igen, nevörrel állítom. megnézzük a hetes sótarvasnak a routing tábláját, ugye nem történik üm, a alapértelmezett átjáróra a disztribúció, holott ugye az input chain valójában itt látszik, és fölött a szűrő mindent elfogadok, mert hiába statikus út az alapértelmezett átjáró, az arra külön kategória érvényes, azt nem fogja ezzel a, a gyűjtővel, feltétel halmazzal a hatos rúteró megosztani. Na most sajnos a hetesben ez nincs így, tehát azt tapasztaljuk, hogy ha csak egyszerűen a redistribúciónál a statikus rútok redistribúcióját kérjük és engedélyezzük, és nem rendelkezünk semmilyen módon az Origin default checkbox vagy lehetőség alatt arról, hogy mi történjen az alapértelmezett átjáróval, akkor sajnos az alapértelmezett átjárót is megosztja, hogyha az statikusként volt itt konfigurálva. Szóval ilyenkor jusson eszetekbe, hogy a hetes es -osnél illik ilyenkor a never értéket explicit módon kiválasztani. Jeleztük már ezt a gyártó felé, egyelőre javítást még nem adtak ki rá, holott ennek ellenére a dokumentáció szerint ugyanúgy kellene, hogy viselkedjen, mint ahogy azt a hatos súterúasban megszoktuk. Minden erről a hiba jelenségről még érdemes tudnatok. Remélem, hogy minden kérdést megválaszoltam. Ha mégis maradt volna, akkor kommenteljétek be, és egy következő videóban még megtoldjuk ezzel-azzal. Sziasztok!